these days of dust. Wish you'd known will blow away with this new sun. Kismaroson vagyunk. Innen indul a keskeny nyomközi vasútvonal fel a Börzsönybe. Most egy darabig ennek a nyomvonala mentén fogunk haladni. Királyréti erdei vasút. Mellettünk a kis vasút. Megyünk fel a Börzsönybe Királyrét felé. Elég csípős a levegő, 12 fok van. Mai terv az lenne, hogy felmegyünk Csóványoshoz, a Királyrét felé. Onnan visszajövünk a Nagy Hideghegyre. Hát, hogy fogunk jönni, mert nem igazán kerékpáros barát az út. Nem tudom, valószínűleg visszük a biciklit. Aztán lejövünk Kósparlakhoz. Keresünk két kis romot. Kijövünk a Börzsöny déli részére, megtekintjük a Dunakanyart, aztán hazamegyünk. Hát ilyen hideg van, hogy látszik balul lehellete. Hát nincs rajta valami nagy utasforgalom, de hát reggel 9 óra van, úgyhogy nyilván nem nagyon jönnek le ilyenkor a hegyekből. Fölfelé mennek még a jó népek, akár csak mi. Hogy ez a kis vasút 120 éves, 1893-ban épült. Aztán át is építették, úgy emlékszek 1978 volt egy nagy árvíz, ami elvitte a sineket, meg a különböző műtárgyakat. A úttörők meg újjáépítették, és egy ideig úttörő vasút is volt. Aztán a rendszerváltás után semmilyen forgalom nem volt, most a kirándulókat viszi. Építetője valamelyik gróf volt, fákat hordott le a hegyből, illetve aztán később kőbánya is volt. Úgyhogy elég kalandos története van a kis vasútnak. Most egész jól bevágjuk magunkat a hegyek közé. De hogy miért van itt ekkora forgalom? Ma van egyébként az autómentes nap. Andrássy út le is volt zárva. Kezdem azt hinni, hogy az sok autó az idejött. Use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, tethered mind freed from the light. Üdvözölnek Szokolyán! Ez a Kismaros Szokolya közti út. Ahogy
nagyon hangulatos volt. Mondjuk az élvezet értékéből sokat levett ez a forgalom. Község híres szülötte Mányoki Ádám. Középkor híres portréfestője volt. Greköz. Azt a mindenit. Itt lakik Shrek. Ahogy már egész jól bejöttünk a hegyek közé, Szokolya után vagyunk. Háttérben még a Pilis is látszik, Visegrádi hegység. Királyrét, Kóspallag. Akkor lefelé itt fogunk menni, ugye? Megérkeztünk Királyrétre. Vasútállomás lehet erre vajon? Király! Na, kis vonat. Még parkolási rendszere is van Királyrétnek. 1000 forint egy napra. Azért jól lehúzzák a pestieket. Nem is tudom, 2006-ban vagy 2007-ben jártam erre. Hú, lehet menni egy pár felé. Itt jöttünk, ezen a sárga úton. Vagyunk most. Bent az erdő közepén. Királyréti tó. Vajdázói tó. Együnk a Királyréti tónál. Kerékpárral és gépjárművel behajtani tilos. Ó, de szép ez a tó. Királyréti horgásztónál vagyunk. The beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel. A 10 négyzetméterre eső tiltótáblák aránya 3. Itt fűre lépni tilos. Oda még bemenni is. Ott a kapu meg biciklivel bejönni tilos, meg csendet kell tartani, ahhoz képest mondjuk elég nagy hangzavarok, mikor bejöttünk. Welcome to Hungary. Minden tilos. De most itt fogunk reggelizni. Birds fly high.
Lassan haladunk fölfelé. 311 méteren vagyunk. A napon egész kellemes az idő. Közben kiegészültünk még egy partnerrel. Szóval most már hárman nyomjuk fölfelé az utat. 420 méteren vagyunk. Lesz még hova felkapaszkodni. Most egész jól emelkedik. Lehet, hogy még 10% körül is van. Meredekség. Szent Györgyi Albert forrás. Nézzük, mennyire hideg ez a víz. Hát, hideg. Méteren most eltűnt az aszfalt, és egy ilyen nagyon durván bazaltos úton megyünk fölfelé. Még bazalt ugye itt van, mert vulkáni hegység a Börzsönynek szinte az egész része, a legnagyobb tömege. Hát nem mondom, hogy kellemes ezen a bazalton menni. Hát lejöttünk az eddig jó kis útról egy még rosszabbra. Viszont legalább nem olyan durván bazaltos. Ez már... Ez legalább sáros. Viszont továbbra is emelkedik keményen. 586. Hát én bízom benne, hogy a kék négyszögjelzésen megyünk. Mert ha nem, akkor jó ráfaragtunk. Visszajöttünk a jó kis bazaltos szekérutunkra. A kék négyszöget, hát ebben néztük igazából, nem is halszon ment a kék négyszög. Valahol itt megy a dzsincsába mellettünk, ami kerékpárra egy kicsit túlzás lenne. Még majdnem ez is. Szépen mondtakozik ki előttünk a hegygerinc. Hát nem vagyok benne biztos, hogy itt előttünk csóványos-e. Alakul a panoráma is. Vulkáni tevékenységnek a maradékai ezek a bazalt folyások. Úgyhogy nem is csodálkozok rajta, hogy bazaltból van az út is. Viszont roppant kellemetlen biciklire fölfelé. 720 méteren vagyunk. Úgy látom, ismét beleválasztottam a javába út szempontjából. Nagyon durva. De jó, hogy nem emelkedik. Olyan vészesen, kicsit. Az azért nem is lenne probléma. De szerintem lassan át kell, hogy bukjunk ezen a gerincen. Hát az úgynevezett P-tervet követjük most. Valójában azt követi. Meredek? Remélem az út valahol a gerinc tetején megy. Ahogy most velem vagyunk olyan távol a céltól, 750 méterre sikerült visszamászni. A csóványos 938, tehát még így is lesz szint. Hey, brother. Still believe in one another. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Ezt nevezem könnyed vasárnapi kirándulásnak. Ah,
piros pont turista úton megyünk már. 826 méteren vagyunk. 13 fok van. Kicsit hűvös. Viszont a színek itt az erdőben most nagyon szépek. Hú, micsoda fa! Utalértünk egy gyalogtúrázó bandát. Kemény a emelkedő. Úgy hallom, Balú is rombol itt mögöttem. Ez lesz szám a szép emelkedő. Azt hiszem, onnan már jó kilátás lesz. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Ami a országos kék túrán megyünk éppen. Az a több piros jelzés is. Szikla alakzatok. A Börzsöny szélén. Szép kis szakadékkal. Érdekesen nőtt ki az a fa is. Felértünk a vulkáni kráternek a peremére. Erre van a kráter. Itt alattunk is szép nagy szakadék van. Ott szembe pedig a csóványos, hihetetlenül ronda beton kilátója. Vilma pihenő. Úgyhogy ha már pihenő, akkor egyet idlik is pihenni. Szép kis szikla. Hű. Nehogy leess. Felértünk Csóványosra, 932 vagy 8, most nem is emlékszek rá. Látom, tilos felmenni, mert még életveszélyes is. De talán még megrongálni is tilos, ezekre rá szokták írni. Hello. Mint egy gyárkémény. Nagyon szép tájba illő kilátó. Még hát ugyanaz, mint a Naszáj kultúra. Megjelenik itt bent is. Menjünk! Most létre, szépen kivilágítva. Azért akár ilyen ronda ez a kilátó. Meg kell hagyni, hogy kilátás van. Körbe is megyek itt fönt. Van magasság. Abban még elmegyünk mindjárt. Kis vártalta. Hát elvileg gurulunk, mert az 864 talán. Itt is vannak vadálló kövek.
át is lehet bújni. Indulunk most majd Nagy-Hideghegyre. 3,1 km a tábla szerint, 45 perc gyalog. Bringával talán fél óra alatt le tudjuk. 13 fok van. Kicsit hűvös. Azért beton kilátó ide vagy oda. Nagyon szép kilátás van fentről. Már most fölfele jövünk, amúgy lefelé. Nagyon durva. Jó volt. Én karom úgy elfáradt, mintha nem tudom, valamit felhordtam volna. Ott néz, ahol te is toltad. Nem toltam. Egyik lábam lent, másik fent. A csodát nem vártam, hanem kerestem, és meg is találtam, el nem eresztem. Egy hang szakadt bent a fülemben, hogy ne adjam fel, legyek rendületlen. Kozinc Barcelonába születtem, most meg a 13. kerületben. Élek és köszi, nagyon jó vagyok. Itt is telnek és múlnak a hónapok. A zene kápszer, a szavakra szót rakok, mert rabul ejtettek a szótagok. Élsz is, de só vagy, csak létezel. Az még kevés, hogy eszel, iszol, meg lélegzel. Az óra ketyeg, lassan ébredj fel. Ami elmúlt, nem jön vissza még egyszer. Megérkeztünk Nagy-Hideghegyre. Jó kis kaptató volt még így útközben. Üdvözölnek Nagy-Hideghegyen. Ott a naszály, oda nézd. Sípálya. Büfé. Menjünk fel a csúcsra, onnan többet látunk. Nagy-Hideghegy feletti púpon vagyunk. Még az a vicces, hogy a egész túra során most speciál, itt van a legmelegebb. Úgyhogy a nevéhez most nem igazodik. Itt van egy magassági kő. Szép kilátás van a Dunakanyar felé. Ott van a száj. Ott lent a mélyben pedig a Duna. Nagy-Hideghegy 864 méter. Mai táv, amit jöttünk, 36,8, ebből azt hiszem 8-at én Pesten mentem. Hát durván 30 kilométert tekerektünk eddig itt a Börzsönybe. Úgyhogy most már ideje lemenni. Hát a következő megálló majd Királyrét lesz. Ahol reggel is megálltunk. Mindenki beöltözött. Magas taxi, turistaház. Hát elég idióta egy név, de hát ez van. Utaz továbbra is csak mountain bike-osoknak ajánlott. A robot szürkeség, silány megszakás, pakó napkelet, beton ragyogás, mérges zöld folyó, tajték habjain, összetört csónakom, vidám vég napjain, merev hallgatem, alólag kandikál, halkan szól a szél, ez ám a szép halál, gyűrt hegyek felett, kamor töm az ég, csak villámokat szól, pedig este kéne rég.
hogy senki sem suttog ne nekem azt a szép esét, a boldog múlt idő szerelmes énekét. Suttogd el nekem azt a szép esét. Suttogd el nekem azt a szép esét. Visszaértünk Királyrétre. Most majd a Börzsöny déli részét fogjuk bevenni. Hát ez az, ami nem hiányzott, az autós forgalom. Tesz hihetetlen. Tiszta szerencse, hogy autómentes nappan van. Út Kóspallak felé. A minőség egész jó. Lesz majd valahol egy kis hágó. Az a baj, hogy olyan nagy forgalom van rajt. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Kóspallagon vagyunk. I don't love and I don't cry. I don't. Falu egyébként nem túl régi. Állítólag a Kós és a Parlag szóból keletkezett a falu neve, mivel itt birkákat tenyésztettek. Első 50-nel megy, mi vagyunk 36-tal. Hát itt meg mi van? One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Egy kis tervmódosításra kényszerültünk. Rally versenyt tartanak az úton. Úgyhogy kerülnünk kell. Kóspallagi tehenészet mellett haladunk. Na, rendőr felküldött minket ide a halál szára. Szóval felküldött minket ide a rendőr a világ végére. Nem is a rendőr küldött fel, hanem a helyi erő. A HMC. Nem, mivel mi ragaszkodunk az eredeti tervünkhöz, ezért át fogunk itt vágni. Ez igen. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we will be old. Think of all the stories that we could have told. Little me and little you, keep doing all the things they do. Nem is jártunk olyan nagyon rosszul ezzel az úttal. Egész szép. I go again the blame. Nem csak, hogy egész szép, hanem nagyon szép ez az út. The founding fathers of a plane that stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Nem már belefulladt. Szóval találtunk egy alternatív utat a rally sok helyett a piros-sárga jelzésen. Oh, baby, we'll be old.
Meg mindig a piros-sárga jelzést követjük. Azt hiszem ez is mountain bike-nak való út. Sőt, még a Mária út is itt megy. Szerencsére egész jól járható biciklivel. Jössz vagy már ott? Megyek, várja. Csak vigyázok, mert villanypásztor van. Ha megyünk, merre? Azért ez egy elég érdekes hely. Szép kis mocsárvidék. Vágyat sírom, verset most már újat írok. Kedvenc bűnöm, hogy szerettél, soha többé nem nevettél. Hideg a reggel, forró a kávém, megmondtam már nem leszek másé. Táncolunk és szaladnak. Most már megérkezünk a tóhoz. Tudnod kell, szeretlek. Van mellettünk. Hideg a reggel, forró a kávém, megmondtam már. Lehet, hogy még a tulajdonos se fürödhet a tóba. Szép. Pusztatorony. Várának romjainál vagyunk. Bíbervár volt itt valaha. Ennyi az egész maradvány igazából. Szóval nem egy látványos dologról van szó. Nem is volt egyébként nagy történelme a várnak soha. Ismét mászás a kerítés alatt, vissza a magánterületre. Kalandos a túra. Szép ez a tó, kár, hogy tilos bejönni. Igazából úgy látom, hogy a helyiek sem értik, hogy miért. De azért bejárnak. Lejöttünk a rallis útról egy másik aszfalt útra. Úgyhogy most belőttük ezt a déli irányt. Egyre kijöttünk a Jinjából is. Azért lehet itt fölfele menni még. Török mezőn vagyunk, 300 méter magasan. Mind a kis bükkfenség, ahhoz hasonlít talán egy picit. Ott a naszáj. Na, arra még rásüt a nap. Azért most már csak lett kilátása innen az útról. Szembe látszik a Visegrádi vár, meg a Duna. És még szeretnénk felmenni hegyes tetőre, Julianus kilátóba. Ami valahol arra van.
amely innen is kilátás. Átérbe látszik a NASA is. Bár a szó elszáll, de amíg repül, figyeld, hol jár, figyeld, mert hol. Mit mondasz, az életre kell. Hegyes tetőre felértünk. Julianus kilátó. Ideológia. Ideológia. Haladunk az évekkel. Hát ez szépen ez volt. Így estére. Mert Isten tudja, melyik véglet adni az élet, megkövetlenik a cívek. Ahoj! Úgy nézek kint a gyaloggalóba, amikor a várba vannak. Van kilátás? Na szóval a kilátás hegyes tetőről, Julianus kilátóból. A Dunakanyar kezdete. Való szerint az a szob. Nagyon lehetséges. Nem biztos. Ott van a ragyogó nap. Aztán egy kis erdő. Visegrádi hegység. Ez itt Zoli. Visegrádival. Ez meg itt Nagymaros. Úgyhogy innen aztán van panoráma, ott a NASA is a háttérben. Honnan jöttünk? Fent a hegyekből. Hát valószínű, hogy körülbelül onnan talán az ott a csóványos. Megurultunk Nagymarosra a taksötétbe. Nagy érdekes volt a lefelé vezető út. Nagymarosi templom sötétbe kivilágítva. Szóval az a lefelé vezető út azért kicsit durva volt. Nagyon meredek. Úgyhogy, hát aki itt akar fölmenni, ha megnézi a nyomvonalamat, annak nem ajánlom fölfelé. Esetleg le. De lefelé is, hát egy komolyabb mountain bike-kal. Nagymarosi Dunaparton vagyunk. Szemben látszik a Visegrádi vár. Vagy nem a Visegrádi vár, hanem Visegrád maga. Mert a vár az ott van fönt a vaksötétben. Itt meg a Duna. De hát nyilván ebből se látszik semmi. Most meg eltekerünk Kismarosra. Onnan viszont már visszamegyünk Pestre vonattal. Vác 18 kilométer. Nagyon jó ez a bicikli út. Hű, de magasan van a vízszint, itt vannak a padok. Kismaroson vagyunk, a vasútállomáson. Várjuk a vonatot. Elvileg 5 perc múlva jön. 8 óra már elmúlt. A mai menésünk az 87,7 km. Hát itt a Börzsönybe mentünk ebből 80-at. Kedvenc mindenem a bicikli. Kedvenc mindenem szerelem. Kedvenc mindenem, hagysz engem már hova, hova csak képzeled. Kedvenc mindenem a bicikli. Nagyon felforgás van. Te most mi a jó úgy csinálsz? Hát gratulálok.
biciklit. Kedvenc mindenem, szerelem, tekerem, szeretem, tekerem. Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová. Melyek elől? Ennyi. Mindig te vagy elő. Hát én vagyok a leggyorsabb állat. Közben a kereket hallgatom, kilő kavicsot oldalra, és ez koppan egy házfalú. Jössz, hogy menok? Megyek, várja. Csak vigyázok, mert villanypásztor van. Próbálunk a puszta rom, puszta vár. Hova megyünk? Hát gratulálok. Kább a cipőd legyen sáros, mint a kerék. Kerve kergülök, mert nekem ez jó. Kurke a Balaton, nem a francia badacsony tetejéről. Félig már Adria, mámorban tekerek, jó sokat nevetek. Első fékbe húzva repülök, én aztán a gyakit elszállok. Járom a világot, felőkön ugrálva, én mindent imádok. Tekerjünk eleget, csináljunk gyereket, nekem az nekeret szerelem. Nekem az jó! Mert nekem az jó! Mert nekem az jó! A bicikli. Kedvenc mindenem, szerelem, tekerem, szeretem, tekerem. Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kedvenc mindenem, a bicikli. Kedvenc mindenem, szerelem. Nem volt valami látványos.